Új mintával ellátott termékek már elérhetőek a webshopban. Hesszeljétek meg! Üdvözlök mindenki, sziasztok az énemben, mondom, hogy szükségem, és ez itt a Butcher 3D, vagy mi? Butcherman 3D? Nem tudom, fogalmam sincs, nem baj! Annyit tudok, hogy ez kérlek szépen ez a játék, a Misty, a Scary Teacher 3D, ugyanaz a fejlesztő csinálta egy korábbi játéka, ami nem hiszem, hogy annyira jól sikerült, mint a Scary Teacher, de azért ajánlottátok, hogy próbáljuk ki. Ez egy cica volt. Cicu! És hát akkor nézzük! Sokat nem várok a játéktól, srácok, ugyanúgy letöltetitek Androidra, vagy telefonra. Kíváncsi vagyok, és nagyon félelmetes, és nézzétek, mekkora nagy! Ott az árnyék. Félreértettő volt, igaz? De nevér van, ház van, minden, fú, hát én nagyon félek. És hogy itt vannak a pályák, na mennyi pálya van? Na nézzük, hogy mennyi, ennyi? Vagy van tovább is? Vagy csak ennyi a max pálya? Ez amúgy egyelőre hasonlít, kérlek szépen, tudjátok, van Misty-nek az a prankeljük meg Misty barátját, ugye van külön játéka neki, ez is annyira nagyon hasonlít, de nézzük akkor az első pályát. És itt van az úriember, hallott? Hát mennyire Mr. Meat már? Macskát lopem, what the hell is this? S mekkora nagy kamera? Mi az ott? Ja, ezt meg gondolom csak a tutorial része van. Aha, hogy mozogjak. Aha, nagyon király. És akkor vegyem fel a követ. Felveszem és eldobtam a követ. Kill, kill, kill. Ez miért ilyen rohadt hangos, és átfolyik konkrétan mindenen a csávó. Nézd a kis képernyőt, hogy fut. Átfolyik a falon meg minden. És miért adott ki amúgy ilyen ébresztő hangot a kő, amit elejtettem? Az valami beépített cucc volt? If anyone is out there, I will slaughter you on the spot. És konkrétan ennyi volt az első pályán, ne szórakozz velem játék, ne legyél kringé! Ne legyél kringé, és ott a Scary Teacher ajánlja, hogy le lehet tölteni Misty-t. A Misty az egy jó játék, az jó sikerült. Szerintem ennek a csapatnak az az egy játék sikerült elég jól. Na jó, nagyon nehéz volt az első pálya. Nézzük meg a második pályát, de előtte biztos reklámot kapok. Ja nem kapok reklámot, Feature Scary, oké, nagyszerű. Törjek be, Beast, Shed, mi? Mi ez a Beast? Beat the Butcher! Ez a neve! Oké. Akkor következő, igen. Nyomjam meg ezt, igen. Kill! Most that better be wind ringing my doorbell! Te szent Isten most fut! Jesus Christ, ott érkezik! Mekkora teste van! Hogy lehet ekkora teste valakinek? Ez még nagyobb, mint a... Azt... Nem is lát engem. Én vagyok a láthatatlan ember, vágod? Mert nem lát a csákó. Mekkora ő tuti minden napon. Kill, kill, kill! Jól van, nyugodj meg! Oké, menjünk ide be. Oké, most kinyitottam kinyitottam? Oké. Kill, kill, kill! Nem lehetne az, hogy nem ordibálsz bele a fülembe, hogy kill, kill, kill! Köszönöm szépen! Na mit kell csinálni? Mi ez? Oly, te kulcs! Kill, kill, kill! Ez a csávó csak ennyit tud mondani? Kill, kill, kill! És ennyi volt a második pályán, ne szórakozz velem, ezt a játékot egy videó alatt ki fogom játszani! Ez a Felix Melkor is körszakállas bácsör! Na jó, mindegy, hagyjuk, next! Nem, tudtam, majd rakam. Ajaj, most bejutok a házba, itt most már nagy problémák lesznek. Bent vagyok a házban, de jelez mindent a játék, hogy mit kell csináljak. Konkrétan fogja végig a kezemet a játék, oké. Felvettem, tüdüdén, nagyon jó, fú, hát ez nagyon vesz, ez nagyon brutális ez a hely. És konkrétan nem mozog a csávó, ott van bent a konyhában. Oké, kinyitom az ajtót, nagyon király vagyok. Most egy új jó nagy háza van amúgy, most szépen itt végig kell menni. De minden pályán mutatni fogja, hogy hova kell menni. Ennyire nem lehet könnyű a játék, könyörgöm. Runaway, runaway, fú, nagyon megyek, fú, nagyon futok el, tudod mit, nagyon elfutok. Úristen. Kill, kill, kill. Kill, 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 ott megy a csávó. Elnézést, hogy lehet így megijedni? Figyelj, figyelj, megmutatom. Leül. Ospetto, nagyon szépen köszönöm, nagyszerű volt! Ó, nagyon nagy fájdalmat érzett a kigyúlt csávó, érted? Annyira kigyúlt, hogy konkrétan azt látom, hogy a két vállai belefolyja, érted, a csöcsébe, de semmi probléma nincsen. Tö-tö-tö-tö-tö, kacsatánsz kéne zene, de nincs most kacsatán. Jó, menjünk tovább a következő pályára. Már játszok a Scary Teacher-re, nagyon szépen köszönöm, jó játék.
Na nézzük, set of noises alarm at the basement to distract beast. Oké, most valami alarmot kell beállítani. De most már legalább nem jelzi, hogy hova kell menni. Na végre, oké, és hol lehet a jel... Oh, de jelzi. De jelzi, hát most ez mi? Oké, felvettem, és most menjek ide le. Mi a franc történik ide lehet? Mi a franc? What critter dares enter my house? Atya úristen, szerintem most... My next meal, perhaps? Ajaj, ott van! Észrevett! És ki tudom kapcsolni a kamerát is, vajon megpróbálom kamera nélkül végigcsinálni. Most azt nem tudom, mit is kell csinálni, most felvettem az alarmot. Ó, értem! Tehát most lopjam el a kaját, amíg a bácsere elmegy. Hát, érted? Itt van egy valószínűleg gyilkos, és én prenkelem a gyilkost, érted? Ahelyett, hogy hívnám a rendőrséget, hogy halló, itt a gyilkos! Itt van a macskatól, vagy nem, én megprenkelem. Így, hogy például leül, hogy... Egy, érted? Én így prenkelem. Ez lesz most már a szintrom. Sziasztok én! Sziasztok én! El! Vagyok! De most tényleg ez mi? Jesus Christ, most kikapcsoltam a kamerát, érted? Most nem tudom hol a csávó, érted? De ez itt talán egy kicsit nehezebb. Ez mi akar lenni? My God, mit csinál? Mi ez az ülő pozíció? Here the plate would have a butcher's leave. Hát ez nagyon jó, de szerintem ezt elrontottam egyébként. Szerintem ezt elrontottam, mert akkor kellett volna szerintem ellopni. Ott van ebben a konyhában. Szerintem akkor kellett volna ellopni. Ja, amikor közel van, akkor van egy ilyen hang. Aha. Hogy a francba lopjam el? Várjál, megpróbálom így ellopni. Mr. Butcher. Oh my God! Oh, damn! Oké, akkor most megpróbáljuk újra. Akkor most be kell kapcsolni itt szépen ezt a cuccot. Én kikapcsolom ezt a... Én ki fogom kapcsolni, itt sokkal jobb, majd a Mistyből is akarok amúgy ilyen videót csinálni, hogy nincs egy kis kamera. Mert mondtátok, hogy nagyon egyszerű a dolog. Jó, ezt most szépen bekapcsolom. És most megvárom, amíg elmegy. Majd innen fogom figyelni, amikor lemegy, és amikor elment... What critter dares enter my house? Ott fut, ez mindjárt úgy ki van gyúrva. Perhaps. Látod a kezét, láttad? Érted? Azt nem érdekli, akkor most bemegyek a szobába, így. És most ezt én itt ellopom, így. És most el kell szaladni, de miért kell úgy szólni a játéknak, hogy fussak el a francba? Ó a fenébe, nagyon rossz helyen vagyok. Én valahogy ki akartam jutni. Ez nem a kiárat. Mi a franc ez a Thieving rats! Who dares to steal my dinner? Szóval, hogy tulajdonképpen megtaláltam egy gyilkos otthonát, vágod? És ahelyett, hogy értesíteném a rendőrséget, vagy bármilyen, mindegy, tök mindegy, de valahogy úgy... Érted? Ehelyett mit csinálok? Ellopom a kajáját, megprenkelem, hogy... Hát annyira nem életszerű. Érted? Tehát, hogy... Na, jó, mindegy, jó, folytassuk, hanyadik pálya? Az ötödik pálya jön konkrétan, srácok. Nézzük, hogy mi az ötödik pálya. Nézzük. Mr. Butcher, Smash B, és most össze kell törnöm a tévét, érted? Tehát mennyire durva dolgokat művelek, érted? Egy valószínűleg gyilkossal. Nem baj. Én ma már csak így tolom, érted? Mi a francot művel? Az a leülés. Az a taps. Ezt nem hiszem el, gyerekek, hallod? Ez a játék kringé. Ez kringé. Oké. Hogy lehet valaki ilyen keze? Tartoztassák le ilyen keze, nem lehet senkinek. Na jó, kikapcsolom a kamerát, hogy legyen valami kihívás is a játékban. Hoppá, én most bekopogtam, aha. That better be wind ringing my doorbell. És hogy a francba menjek be? Jó, ide kell elbújjak? Aha. Ja, arról nem, ja, hogy itt, aha, értem, és itt van valahol a tévé. Hogy megyek ki? Hogy megyek ki? Jézus, átmegyek a másik szobába! Észrevett? Nem tudom. Észrevett jön utánam? Nem. Nem vett észre, ott vettem előtt! Könyörgöm! Ezt én nem hiszem el, gyerekek, hát ott ment előttem a csávó. Hát látta konkrétan, hogy kimegyek a másik szobába, és tulajdonképpen a házában maradtam mindvégig, és így... Szétzúztad a tévémet, de az már nem szavar, hogy az másik szobában vagy, és már szét tudnám zúzni a koponyádat, nem baj. ez mi? Könyörgöm! Jó, mindegy.
Köszönöm szépen, játszok a Scary Teacher-rel, azt a játékot nagyon szeretem, az legalább nem ennyire kringé. Keressen meg Elena rúzsát. In the close and pick here the... Mi? Oké, most meg kell a... Mi a francot csinál a kádba? Mert hogy nem fűrik a Sphinx? Hát én nem igaz, érted? Nagyon bekringelek ezen a játékon. Jó van, semmi baj. Azért egy, azért ki kellett próbálni. Itt van bent, ott van, megtaláltam, érted? Még kamerasa kell, de megtalálom. Kill. Still a prone. Érted, konkrétan a feleségének a ruháit? Van egyáltalán neki felesége? Majd most hol jön? Mert most nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt észrevesz-e. Egy kezet látok menni! Tehát ez mi? Az a kéz az... Elena! Are you here? Én bekringelek. Na várjál, én most összefoglalom neked még egyszer, jó? Egy gyilkos házát... megtaláltam. És ahelyett, hogy szólnék a rendőrségnek, amit már elmondtam. Ahelyett, hogy szólnék a rendőrségnek, én ellopom valószínűleg a feleségének a rúzsát és a Halloween-gét. Mert ez annyira nagy... Tehát a killert, érted? A killert, hogyha te tönkre akarod tenni, akkor a feleségének a Halloween-gét és a rúzsát kell ellopni. És miután ellopta, akkor csak ennyi lesz a reakciója, hogy Elena! Hol vagy? Érted? Ő megkérdejelezi azt, hogy hol van a felesége, mert a rúzsa és a Halloween-e eltűnt. Elena! Hol vagy? És ez kész a prank. Érted? De ugyanúgy fog valószínűleg megölni valakit holnap, meg holnap után. De Elena! Hol vagy? És ő meg hazamegyek és ha megprankeltem azt, aki tulajdonképpen elloptam macskámat. Mi a franc ez a játék? Nézzük a következő pályát ennek a fantasztikus játéknak. Uncover the mirrors, use Elena Blitzkrieg to write a message. Murder, you killed me. You killed me. Murder, megölt. Most rá kell a rúzsal írnom. Blá blá. Oké, hát ennek is nagy sok értelme lesz. Oké, hol vagyunk, merre vagyunk? Na nagyon kíváncsi, hol vagyok most? Bent kezdek a házába? Mi ez a baromság? És most hova sprintel? Most komolyan hova sprintel? Most hol van? Bro. Aha, oda kell menni, aha. De most hol van? Jó, figyelj, figyelj. Itt nem tudom most mi van. Runaway! Oh, I've got you now! Your head will be mounted on a wall! Most nem tudom mi történik, de rendben, oké. Most mit kell csinálja? Oké, ide. Oké, ráírtam a cuccot, nagyon király vagyok. Vagy nem tudom mi történt, az előbb olyan volt, mint a haszonyom, most elkaptalak. I'll be wearing your blood next, you little coward! Az előbb azt mondani bát, hogy most megvagy, de nem vagyok meg! Elena! Please, forgive me! Mi a franc van? Elena! Tehát rá van írva, hogy te gyilkos! Elena! Bocsáss meg! És akkor saját magát így sír, de közben így vágja magát, lát, nem tudom, hogy belefolyt, láttad, hogy belefolyt a saját vállába. Istenem, ez... Mi ez a játék? Könyörgöm! Hanyadik pályánál járok? Hagyd nézzem meg! De szerintem a hetediknél. Jó, mindegy. Nézzük meg! Köszönöm, már játszok vele! Steal the portrait Elena from the dining room. Most el kell lopni konkrétan egy festményt. Elena festményét. Oké, ellopom. Nagyon jó. És most sír a gyilkos! Ő is emberi lény, érted? Itt van bent. Hol van Elena portré? Ne sírjál, bácsör! Te is jó ember vagy belül, érzem. Hogy lehet is sírni? Ott van Elena portréja. Atya, úristen, ez önmagában eléggé félelmetes. Oké. Menjek fel a második emeletre a bácsának az ágyához. Oké. Ez meg hogy sír már? Biztos megnézte a Titanicot. Oké, semmi, már Caprio él! Oké, hol van az ágya? Meg kell keresni. Oda szépen, figyelj! És most fussak el, mert az ébresztő... szól! You are dead! Do you hear me? I will cut you from ear to ear!
Nem tudom, hogy miért ennyire hangos, és miért kellett így felvenni a játék hangerejét! Miért így kell a játékban beszélni? Mert hogyha erről van szó, akkor... Leave me alone! I can't kill a ghost! Konkrétan annyira megnyúlik a csávónak, érted, a nyaka, hogy már nincs textúra, tehát a textúra nyúlik meg így. Leave me alone! Hát ez hihetetlen, ez a játék, srácok. Nagyon király, érted? Tehát, hogy... Oké, srácok, vannak még itt pályák, de nekem egyelőre elég volt ebben a játékból, csak gondoljátok, csinálok még egy ilyen, de szerintem ez olyan cringé volt, viszont egy videónak szerintem igazán jó ötlet volt megcsinálni, mint szerintem ennek a készítőnek, ennek a csapatkészítőnek a Skelly Teacher az egyetlen normális játék, mert azt még legalább szeretem is. És képes voltam még pénzt is adni rá. Erre már nem annyira, de azért köszönöm szépen az ajánlást, srácok, ha tudtok még hasonló játékot, vagy bármilyen játékot, amit a Péter ki tud próbálni videóban, akkor ne tartsátok magatokban, hanem küldjétek el nekem, és találkozunk a következő videóban, addig is!